Idill, idill. És kijön az egész ház, mindenki. 8. kerületi idill. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon. Ez egy rendkívüli helyszín, a BRFK szervezet bűnözés elleni osztályának az épülete előtt állunk. Önmagában is megdöbbentőnek tartom azt, hogy a szervezet bűnözés elleni osztály foglalkozik olyan Pityáner ügyekkel, mint a március 15-i eset, amikor a bankcenter épületébe behatoltunk és petíciót kívántam átadni. Ez ügyben nyomoztak, illetve ezért voltam én előállítva, megbilincselve, házkutatást tartottak nálam, stb. Miközben én nem tagadtam egy percig sem, természetesen rengeteg felvétel áll rendelkezésre arról, hogy én ott jártam, és kényszerítés, bűncselekmény kísérlete miatt átadták vádemelésre az ügyészségnek az ügyet, a szervezett bűnözés elleni osztály lezárta a nyomozást, és most a nyomozás során keletkezett 1000 oldalas anyagot nézhettem át, ugye iratismertetés volt, illetve visszakaptam a lefoglalt számítógépeimet, adathordozóimat, fényképezőgépet, kamerát, a mobiltelefonomat és a SIM-kártyát azt még nem. Az 1000 oldalas anyag egy részéből kértem fénymásolatot, ugyanis ezekből kiderül, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal segítségét kérték ebben a Pityáner ügyben az ott lévő személyek beazonosításához. Azt gondolom, hogy súlyos adatvédelmi jogsértések történtek ebben az ügyben, most így első körben, miután átnéztem ezt az 1000 oldalt. Nyilvánvalóan kérni fogom jogászok segítségét ezzel kapcsolatban, és a megfelelő jogi lépéseket meg fogom tenni. Az, hogy titkos szolgálati eszközökkel figyeltek meg, ebből az anyagból kiderül, az, hogy a telefonomban tárolt üzeneteket több évre visszamenőleg ellenőrizték, az, hogy a számítógépemben lévő olyan adatokat, aminek semmi köze az ügyhöz, szintén másolták, nyilvánvaló, és ebből következik is, hogy itt nem erről a Pityáner ügyről van szó, hanem a mi titkosszolgálati megfigyelésünkről és törvénytelen adatgyűjtésről szólt ez az egész eljárás, amit most elvileg majd az ügyészség fog továbbvinni, miután a nyomozást ma lezárták. Köszönöm szépen! Én pedig ugye a folyamatban lévő másik ügyről szeretnék tájékoztatást adni emberi jogi szempontból. Ugye a Ív Béla gyanúsítottal kapcsolatban, aki ugye most már 30 napos előzetesét megkapta az úgynevezett idézőjeles szoborrongálási ügyben, amire szeretném emlékeztetni a sajtót, hogy a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalomnak a vezetősége kiadott egy iratkozatot, amiben kijelentjük azt, hogy az ügyről véleményt addig nem akarunk megfogalmazni, amíg Dániel, meg egyáltalán az ügyről érdemileg beszélni, amíg Dániel Péter nincs előzetes letartóztatásban. Ugye ez is a totális kettős mércének a teljes egyértelmű kinyilvánítása, hogy amíg egy ugyanolyan ügyben az egyik ember előzetesben van, és presszió alatt van, addig a másik, úgyhogy név szerint Dániel Péter, még a rendőrség még ki sem hallgatta. Tehát ezt teljesen elképesztő kettős mércének tartjuk. Ráadásul úgy, annak tükrében, hogy most már itt az elmúlt 4 nap alatt láthattuk, hogy hemzseg az eljárás az eljárásjogi hibáktól, illetve a totális szabályszegésektől és rendőrségi rossz hiszemű eljárásoktól. Tehát kezdődik ott, hogy szombaton reggel nem lehetett megtudni, hogy Bélát hova szállítják, tehát a rendőrség pingpongozott az információkkal, egyik kapitányságra, másikra irányítottak mindenkit, aki ezt meg akarta tudni. Az ügyvédjét nem voltak hajlandóak hozzáengedni, az ügyvédje aláíratta vele szombaton délután a meghatalmazási ügyvédi meghatalmazást, a papírt. Erre a BRFK azt adja ki közleményben, hogy azért nem lehetett ügyvéd, ugye megbízott ügyvéd a tárgyaláson vasárnap délelőtt, mert Béla nem hatalmazott meg ügyvédet, és ezért volt kirendelt ügyvéd. Ez nem igaz, tehát be tudom mutatni az ügyvédi meghatalmazást, amit szombaton írt alá Béla, tehát a rendőrség valótlanságot állít, úgy is mondhatnám, hogy hazudik ebben az ügyben. A szükséges lépéseket nyilván meg fogjuk tenni, illetve fel szeretném még hívni arra a figyelmet, hogy ez azért állhatott elő, hogy nem engedték hozzá az ügyvédjét, nem tudott az ügyvéd
konkrétan az ügyben eljárni, mert egyértelműen az volt a rendőrség érdeke, hogy vasárnap délelőtt megbízott ügyvéd nélkül tudják lezavarni a tárgyalást, és a rendőrség nem biztosította azt a lehetőséget, hogy az ügyvédi meghatalmazáshoz az ügy előadója hozzájáruljon. Mert ugye ez az új rendelet, hozzá kell járuljon az ügy előadója, csak ugye azt szeretették el elmondani, hogy az ügy előadója ugye hétvégézett, ezért a rendőrségnek biztosítania kellett volna azt a lehetőséget, hogy az ügy előadójával tudjon találkozni az ügyvéd. Az ügyvéd minden létező lépést megtett ennek érdekében, a rendőrség nem foglalkozott az üggyel, kereste a Tolnai utcát, kereste a VRFK-t, volt Gyorskocsi utcába, mindenhol elutasították, panaszt tett még szombaton este, tehát bemutatta a panaszirodába az ügyvédi meghatalmazását, kérte, hogy valami ügyeletes tiszt tájékoztassa a Tolnai utcát arról, hogy ő szeretne velük találkozni. Nem tették meg, tehát konkrétan nem foglalkoztak a kérésével, és én most ma délben voltam bent a Tolnai utcai parancsnoknál, Varga ezredesnél, hogy tájékoztatást kérjek erről az ügyről. Ő kitérő válaszokat adott, tehát ő szerinte ebbe az ügybe minden rendben van, a rendőrség szerinte jogszerűen járt el, ezt már ismerjük, tehát nem lepődünk meg. Feljelentést fogunk tenni az ügyben, elméletileg a ombudsmant is meg fogjuk keresni, tehát őtől is fogunk kérni egy állásfoglalást, illetve konkrétan hivatali visszaélés miatt feljelentést fogunk tenni. És van még egy másik nagyon súlyos emberi jogi deficit ebben az ügyben, mégpedig a másik gyanúsított, aki szabadlábon védekezik, állítása szerint a kihallgatása alatt olyan hangnembe beszéltek vele, olyan fenyegető hangnembe, amivel egyértelműen vallomást szerettek volna vele kicsikarni, többször elhangzott az, hogy kussoljon, többször elhangzott, hogy most idézem és kipontozom, hogy szét lesz a fejed, tehát mindenki ki tudja találni, ez mit jelent. El lehet képzelni, hogy milyen presszió alatt zajlott a kihallgatást, jelzem egyébként szintén ügyvéd nélkül, ami megint nagyon súlyos emberjogi anomáliákra mutat rá, illetve most következik a legsúlyosabb eljárásjogi vétség az ügyben, hogy egyik irodából a másikba történő átszállítás alatt úgy kellett közlekednie, hogy derékba el kellett hajolnia, és a kezét hátra fel kellett emelnie. Ezt a Discovery-n szoktuk látni a legkeményebb orosz börtönökről szóló dokumentumfilmben, ugye a Fekete Delfinben szokott ilyen eljárás veled zajlani az előzetes fogvatartás. És az lenne a kérdésem a rendőrség képviselőihez, mi lesz a következő, majd kutyákat utasítanak a gyanúsítottakra? Mert ez egészen elképesztő. Parancsnok úrnak ezt is jeleztem, azt ígérte, hogy amennyiben panasz érkezik ebbe az ügybe, akkor ki fogja vizsgáltatni. Ő szerint természetesen jogsértés ez az ügy, amennyiben megtörtént, de szerinte ez nem történt meg. Hát panasz fog akkor érkezni ebben az ügyben is, tehát a NG nevű gyanúsított panasz fog tenni ebben az ügyben, illetve milyen mindenféle jogi segítséget meg fogunk neki adni. Köszönöm szépen! De attól kérdezik, hogy nem tudom, 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 hogy nem tudom,